Először lépett pályára idegenben az Eto'o FC Győr a labdarúgó NB3 nyugati csoportjában az elmúlt fordulóban, ahol a zöld-fehéreknél eddig gyengében teljesítő MTK második együttese volt a mieink ellenfele. Nehezen indult be a találkozó, a mérkőzés első fél órájában inkább csak mezőnyjáték zajlott, aztán az utolsó négy órában már felélénkült a játék és volt néhány helyzet is mindkét oldalon. A lehetőségeket azonban egyik csapat sem tudta gólra váltani, így 0-0-val fordultak a felek. A szünet után aztán felpörögtek az események, 3-4 percenként hol itt, hol ott alakult ki veszélyesebb akció. Végül a 70. percben sikerült betalálni a győrieknek, ekkor Weitner Ádám volt eredményes. A hazaiak keményen küzdöttek az egyenlítésért, ami sikerült is a 86. percben Huiber révén. Végül maradt ez az eredmény, MTK 2, Eto'o FC Győr 1-1. A zöldfehérek egy helyet visszacsúszva, 10 ponttal a második helyen állnak a bajnoki tabellán.